Köszöntöm nézőinket! Ez a híradó itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban 2013. január 30-án este 7 órakor. Híreink röviden. Dunakiriti, Dunasziget, Fekete-erdő. Veszélyben a hármas társulás. 113 éve született. Vetélkedő a Fekete István általános iskolában. Fűszeres hangulat. Kolbásztöltő verseny az Itatónál. Veszélybe került Dunakiriti, Dunasziget és Fekete-erdő szeptember óta fennálló társulása, miután Dunasziget meglebegtette a kiszállás lehetőségét. A törvény szerint a körjegyzőséget közös önkormányzati hivatal váltja fel. Dunasziget azonban vonakodik kimondani a csatlakozást. Közös képviselőtestületi ülést tartott Dunakiriti és Fekete-erdő január 28-án hétfőn. Az ülés fő témáját a két falu és Dunasziget együttes önkormányzati hivatala adta. A közös hivatal a törvény értelmében a már meglévő körjegyzőséget kell, hogy fölváltsa, csak hogy Dunasziget az utolsó pillanatban meggondolta magát. A már előkészített megállapodást a falu testülete végül nem hagyta jóvá, így viszont Dunakiriti és Fekete-erdő nehéz helyzetbe került. Vagy megszavaznak egy kettős társulást még január végéig, vagy félő, hogy a törvényi határidők miatt az állam kezébe kerül a döntés e kérdésben. Mi mindenképpen Dunakirithez csatlakozunk, vagy kettes, vagy hármas hivatal megalapítása vagyunk érdekeltek. Nem is értjük, hogy most miért, ez Dunasziget miért viselkedik így, hogy fölrúgja ezt a megállapodás tervezetet, amit még érdemben nem is tárgyaltunk. 22 éve tartott a kapcsolat, azóta a körjegyzésében működött ez a két önkormányzat, és nagyon jó volt a munkakapcsolat a két falu között. Cseben Nyámin, Dunasziget polgármesterét telefonon értük utol. A település vezető elmondta, a falu attól tart, hogy egy hármas társulásban nem tudnák kellően érvényesíteni érdekeiket a régóta jól összeszokott két másik településsel szemben. Szerda estére tervezett ülésén a Dunaszigeti testület meg fogja vizsgálni a Rajkával való együttműködés lehetőségét is. Bár a polgármester nyitott egy hármas megbeszélésre, az idő valamennyi résztvevőt sürgeti. Dunakiriti és Fekete-erdő január 31-ig adott határidőt Dunaszigetnek, hogy nyilatkozzon szándékáról. Amit javasoltam a képviselőtestületi ülésen a polgármester úrnak, hogy ezt fogadtassa el, hogy hívjuk meg a Dunasziget települést, hiszen különböző mendemonda van azzal kapcsolatban, hogy hogyan is történt a hármas körjegyzőség megalapítása 2012 nyarán. Ezt szeretném, hogyha megtörténne egy közös testületi ülés keretében, tehát mondják el észrevételeit a dunaszigeti képviselők, elmondja természetesen Dunakiriti és Fekete-erdő, és ezzel kapcsolatban öntsünk tiszta vizet a pohárba. Január 28-án a közös testületi ülésen megtárgyalták még az esetleges kettős hivatal költségvetését is. Dunakiriti ugyanaznap este önállóan megtartott ülésén pedig határoztak egy napelemes KEUP pályázat, a gyermekorvosi feladatellátás és egy telekvásárlási kérelem felől. Január 31-ig kell nyilatkozni az adózóknak, hogy igénylik-e a munkáltatótól az adóbevallás elkészítését. Ugyaneddig kell megkapniuk a munkavállalóknak a munkáltató igazolást is, amelyet a későbbi ellenőrzésekhez meg is kell őrizni. A személyi jövedelemadó bevallást idén is el lehet készíteni az adóhatósággal, ezen igénylés határideje pedig február 15-e. A Fekete István általános iskola minden évben az író születésnapján egy megemlékezést, illetve egy irodalmi vetélkedőt tart a diákoknak. Ez alkalommal a Tüskevárból kellett felkészülniük a háromfős csapatoknak. A szervezők az irodalmi tudás mellett Fekete István természet szeretetét is igyekeznek a gyermekekbe nevelni. 1900. január 25-én született Fekete István író, amelyre minden évben megemlékeznek a róla elnevezett általános iskola tanulói egy irodalmi vetélkedővel. Az egész napunk ennek a jegyében telt, délelőtt mindkét épületünkben volt megemlékezés, illetve most 2 órától történnek a versenyek, 3., 4., 5., 6. és 7., 8. osztályosoknak szerveztük, háromfős csapatok jelentkezését vártuk. Ebben az évben a Tüskevár című regényt, illetve az 1967-ben és a 2012-ben bemutatott filmet kértük, hogy ebből készüljenek fel a gyermekek. A vetélkedő kompetencia alapú, tehát igyekszik minél több tantárgyból kiragadni feladatokat. A versenyzőknek meg kellett oldani többek között matematikai, énekzenei feladványokat, de volt hangosolvasás és keresztrejtvény is. Verset is kellett írniuk eszperente nyelven, illetve egy úti tervet kellett készíteniük Mosonmagyaróvárról egészen a Tüskevárig.
Nyilván a legfontosabb, hogy élvezzék a gyerekek a versenyt, és évről évre visszajönnek hozzánk, mert nagy szeretettel várjuk őket, és igyekszünk készülni is ennek megfelelően. Szép könyvek várnak rájuk, emléklapok, és a legfontosabb az irodalmi élmény. A pedagógusok amellett, hogy megismertetik a gyermekeket iskolájuk névadójával, az olvasást is szeretnék népszerűsíteni a diákok körében, illetve Fekete István környezethez való ragaszkodását tanítanák meg az utókornak. Én személy szerint nagyon örülök, hogy Fekete István iskolában taníthatunk, mert nagyon szimpatikus számomra az az életstílus és ez a hozzáállás, amit Fekete István képvisel, és ezáltal a műveiben mindenki szívébe és lelkébe bejuthat, mert az a végtelen nyugalom és a természet iránti elkötelezettség azt szerintem kell mindenkinek ebben a rohanó világban. Jobb, ha nem célozgat, inkább ismerje meg, hogy ez a fülesbagoly, erdei fülesbagoly. Nem szabad bántani, soha nem szabad bántani, egy bagolyt sem szabad bántani. A bagoly ásított, mintha unta volna a beszélgetést. Még ásít is, csodálkozott Gyula, hát ez igazán nem fér. Nem igen lát embert, más ellensége pedig alig van. De nézze meg azt a fát, magyaró, ilyen nagyot még nem láttam, de mennyi termés van rajta. Nem sokára érett lesz. Január 26-án 21 órakor a Moson-Magyaróvári rendőrkapitányság határrendészeti kirendeltség járőrei Hegyeshalom vasútállomáson két pakisztáni állampolgárt vontak igazoltatás alá a kilépő nemzetközi gyorsvonaton. Kettőjük közül az egyik 21 éves férfi ideglenes tartózkodási engedéllyel, míg a másik 19 éves fiatalember semmilyen okmánnyal nem rendelkezett. A rendőrségi adatbázisokban történt ellenőrzés eredményeképpen megállapítás nyert, hogy a fiatalabb külföldi állampolgár ellen a balassagyarmati rendőrkapitányság körözést rendelt el. A hivatalos iratokkal, engedélyekkel nem rendelkező külföldieket a rendőrök előállították, majd átadták a bevándorlási és állampolgársági hivatal munkatársainak, akik visszaszállítják az elfogott személyeket a balassagyarmati befogadóállomásra. Adta hírül a megyei rendőrfőkapitányság. A nagy mínuszok ellenére 20 csapat gyűlt össze az itatónál az első kolbásztöltő versenyen. A Mosoni Duna Hajós Egyesület által megszervezett megmérettetésen nem a versengésé volt a főszerep, hanem a jó hangulaté, illetve a finoman elkészített kolbászoké. Első alkalommal tartotta meg a Mosoni Duna Hajós Egyesület kolbásztöltő versenyét az itató strandnál. Az induló baráti társaságokat, valamint civil szervezeteket a nagy hideg sem tartotta vissza attól, hogy jókedvel töltsék az időt, valamint a kolbászokat. Sőt, az ötletet éppen a rendkívüli időjárás adta a szervezőknek. Mivel tél van, és a motorcsónakos egyesület tagjai ilyenkor partra vannak vetve, tehát nem csónakázunk, mert hideg a víz. Ezért úgy gondoltuk, hogy télhez egy kolbásztöltő verseny pont ildomos lenne. Meg ilyenkor van szezonja is. A legjobb csapat díjazásban részesült. Az első helyezett kap egy ajándékkosarat és 9000 forint értékű üzemanyagutalványt, a második helyezett 6000 forint értékű üzemanyagutalványt egy üvegitallal, a harmadik pedig egy 3000 forint értékű üzemanyagutalványt. Ennyire futotta az egészből, de így is teljesen nullszaldóra ki fogunk jönni, és hát nagyon örülünk annak, hogy legalább ennyien eljöttek. A versenyen minimum 3, maximum 5 fővel lehetett indulni, 20 csapat jelentkezett a rendezvényre. Számukra ez nem a győzelemről szólt. Legtöbben a jó hangulatért, a közösen eltöltött időért, illetve a várva várt kóstolókért érkeztek a Dunapartra. Először is kell hozzá egy kis husi, zsírszalonna, és van egy saját specialitásunk, receptünk, amit úgy hívunk, hogy 3x25. 25 dek a piros paprika, 25 dek a só, 2,5 dek a bors, 2,5 dek a kömény. Ezt őseink, elődeink, öregapáink így csinálták, mi is így csináljuk, bízunk benne, hogy sikere lesz. Egyébként azt is el kell mondani, hogy nem versenyezni jöttünk, minden ilyen rendezvényen nagyon szívesen részt veszünk a barátságért, a szórakozásért és az egyebekért. Egy 30 cm-es kolbászt kellett leadni, amelynél a zsűri a fűszerezés mellett figyelembe vette az esztétikai megjelenést is. A versenyzők csapatonként 10 kg friss húst kaptak, ám a szükséges eszközökről maguknak kellett gondoskodniuk. A gasztrokommandó például egy 1888 áprilisában készült, tehát egy lassan 125 éves darálóval érkezett.
A résztvevők szívüket, lelküket és persze fűszereiket beleadva készítették el a húsokat. Négy fővel neveztünk el a versenyre, szülők, illetve egyesületi vezetők, edzők, úgyhogy hát remélem, hogy kisül valami jó kis kolbász a mi kreálmányunkból is, úgyhogy reménykedek benne. Maga a mi egyesületünk egy nagy baráti társaság. Most a felhívás úgy szólt, hogy más civil egyesületek, illetve baráti társaságok. És most itt, ha az ember körülnéz, egy csomó ismerőssel találkozik, és még akivel nem volt idáig jó barátságban, most barátságok is szövődhetnek. Tehát ez oda-vissza megy mindenkinek, és ahogy nézem, még látjátok ti is, igen jó a hangulat. A nagy érdeklődésre nézve a kolbásztöltők bíznak abban, hogy nem ez volt az utolsó alkalom arra, hogy megmutassák, mit tudnak. A szervezők pedig a magas létszámból kiindulva jövőre egy nagyobb sátorral készülnek. Kedves nézőink! A híradót látták itt a Mosonmagyaróvári Városi Televízióban. Friss híradással legközelebb január 31-én csütörtökön jelentkezünk. A ma esti hírhátérben Lauer Katalin és Orbán Józsefné a Nagycsaládosok Életfa Egyesületének vezetői lesznek vendégeink. Az este folyamán még Kicsengetés című iskolai magazin műsorunkkal is jelentkezünk. Kövessék híreinket és műsorainkat a Facebookon is. Viszontlátásra!